Na sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban is, Karcag vasútállomás peronjait láthatjátok a mostani képekben. És a mai videóban a 2007-2009-es nagy vasútvonal bezárási hullám után újra megtörténő vasútvonal bezárásokról fogok röviden beszélni. Illetve nem hiába vagyunk Karcagon, ugyanis megörökítettük az utolsó Karcag-Tiszafüred viszonylatú személyvonatot a 103-as vasútvonalon. Szerintem nem kell nagyon körülírjam, illetve bemutassam a mostani nagy vasúti vonalbezárásokat, ugyanis szerintem minden vasút és közlekedés barát hallott erről. 2023. augusztus 1-től 2-től 10 darab vasúti mellékvonalon szünetelni fog a személyszállítás, és a vonatok helyett vonathelyettesítő autóbuszok fognak közlekedni. Ezek a vonalak nem mások, mint a 38-as Somosszob-Nagyatád, a 47-es Dombóvár-Godisa-Komló, a 78-as Balassagyarmat-Ipolytarnóc, a 89-es Miskolc-Tiszai Nyéklátháza-Tiszaújváros, a 98-as Abaúj-Szántó-Hidasnémeti, a 103-as Karcag-Tiszafüred, a 114-es Mátészalka-Csenger, a 121-es Újszeged-Mezőhegyes, a 125-es Mezőhegyes-Battonya, illetve a 146-os vasútvonal Lakitelek és Hunszentmárton közötti szakasza. Én sajnos ezek közül a vonalak közül csak is a Karcag-Tiszafüreden jártam, azon kétszer is, és készült is a teljes vonalról menetfelvétel, amit majd valamikor láthattok is a csatornámon, de mostanában biztosan tudom megígérni, ugyanis jó pár hangos bemondásos videó be van ütemezve, amikkel még rengeteg szerkesztési és vágási munka vár rám. Valójában én már úgy nem foglalkozok vasúti és egyéb közlekedési dolgokkal, mint régen, és nem lett volna se időm, se fizikális erőm ahhoz, hogy ezt a 9 darab vasútvonalat pár hét alatt beutazzam, meg én már jobban a hangos bemondásokban és azoknak a gyűjtésében lelem az örömömet, így akárhova utazok, nekem azok az elsők. De ezt félretéve nagyon nem értek egyet a kormánynak ezen döntésével, hogy így ki kell nyírni a vasútvonalakat. Véleményem szerint nem kéne összecsináljuk magunkat attól, hogy történtek balesetek, mint például felforra víz a bézébe és égési sérüléseket szenvedtek az utasok, hanem inkább beszerezi más országokból használt, de mindenféleképpen a bézéknél újabb és megbízhatóbb dízel motorvonatokat, ezzel megoldva a jármű hiányt és a bézék elavultságát, de szerintem ebben a vasútbarátok 90, hanem 100%-a egyetért velem. A vasútvonalak megszüntetése abszolút nem megoldás, inkább a vonalak fejlesztésében kellene gondolkozni, nem pedig fejlesztésként előadni ezt azzal az indokkal, hogy az elávult bézék helyett modern, légkondicionált autóbuszok fognak közlekedni. Egy busz soha nem fog pótolni egy vonatot, akármennyire modern és légkondicionált. Szóval itt vagyunk Karcagon, hamarosan látni fogjátok a bézét, ahogy érkezik Tiszafüredről, továltás végeznek vele, majd visszaindul Tiszafüredre. Ezen kívül bemondás felvétel közben egy jó pár érdekességet sikerült elcsípni Karcagon, köztük a V-híd Szergeit, illetve egy külföldi vonatszállítmányt, amit meg nem mondom, hogy hova szállítottak és hova való maga a motorvonat, de mindenképp egy hatalmas kuriózom és érdekesség volt az is. Valamint ti most láthatjátok először videóban az új GoPro Hero 8-asom felvételeit, úgyhogy megírhatjátok róla a véleményeteket, hogy mennyivel szebb így a kép. Szerintem gyönyörű felvételeket csinál, eltekintve a pár beállítási problémájától. Úgyhogy megköszönöm, hogyha megnéztetek a videót, és jó szórakozást kívánok a felvételekhez. Személyvonat érkezik Tiszafüred felől az első vágányra.
Figyelem! Az első vágányról, a Tiszafüredről érkezett PZ motorvonat szerelvényét kihúzzák. Kérjük, hogy a mozgó szerelvényre ne kíséreljék meg a felszállást. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! Az első vágányon PZ motorvonat közlekedik. Kérjük, hogy a baleset megelőzés érdekében a biztonsági sávot szíveskedjenek szabadon hagyni. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! Személyvonat indul 17 óra 24 perckor az első vágányról Tiszafüredre. A vonat Tiszafüredig minden állomáson és megállóhelyen megáll. Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan záródnak. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! Az utolsó vonat Tiszafüredre. Meg fogom kiabálni, hogy érdekes legyen. Hát, ki is kell. Menettáblát is érdemes megörökíteni, mert azt se fogjuk látni. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy az utolsó karcagról Tiszafüredre közlekedő személyvonat indul az első vágányról. Mindenkinek jó utat és kellemes időtöltést kívánunk. Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat, hogy augusztus 1-től Karcag és Tiszafüred állomások között a vonatok helyett volán autóbusz közlekedik. Vágány mellett kérjük, vigyázzanak!